When I came to uh, Kőszeg and learned about the beautiful new buildings, in every time I read the name Mr. Fayerdi. So, probably he is a spiritus rector of many of the reconstructions and renewals uh, Kőszeg and in the links with IASC is experiencing. The floor is yours. Thank you very much. Köszönöm szépen. Én most viszont magyarul és előre is köszönöm a, a, a fordítást. Igyekszem az időt betartani. Nagyon köszönöm a felvedető kedves szavakat. Én azt hiszem, inkább csak elég öreg vagyok ahhoz már, hogy sokan ismerjenek. És hát sok újat nem is fogok tudni mondani, mert ami itt el fog hangzani, azt én már mind mondtam valahol legalább egyszer. De hát az ismétlés a tudás anya alapon most egy kicsit más összefüggésben, és tényleg koncentrálva a, fent, a fenntarthatóságra. Hát kezdjük is mindjárt. Talán nem csodálkoznak rajta a jelenlévők, főleg akik ismernek, hogy a műemlékeknek a rettenetes kartájával, a velencei kartával kezdem. A mottót onnan emeltem ki, ami azonban már 1964 óta mutatja azt, hogy ezen a területen a fenntarthatóság azért, mint gondolkodási mód jelen van, hiszen azt mondja ez a idézet a, egyébként nem túl hosszú velencei kartából, amit csak szídni meg, kritizálni szoktak meg idézni, de olvasni nem. Ez összesen mondjuk 16 rövid pont. Tehát a lényeg, hogy a műemlékek megőrzésében létfontosságú azok folyamatos karbantartása és gondozása. A műemlék most tekintet úgy, mint az összes épített kultúrás örökség jelemnek a lánykori neve, tehát ez ki lehet terjeszteni az összes történeti épületre. Most, napjainkra a fenntarthatóságnak, mint elérendő célnak, vagy, 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 még inkább, mint lehetőleg az élet minden területén uralkodóvá váló szemléletnek a jelentőségét, vagy a fontosságát, már alig ha kell hosszasan részletezni, indokolni. Annak a felismerése, hogy a Föld zárt rendszerében a rendelkezésünkre álló erőforrások végesek, talán az egyik legjelentősebb következmény a globalizációs folyamatról való diskurzusnak. Nem vitatva, és ma is hallottunk hozzá sok adatot, hogy a fenntarthatóság általános, az a gyakorlatilag minden területre vonatkozóan érvényes megközelítésnek fogadható el. Fontosnak tartom arra is rámutatni, hogy ez nem jelenti azt, hogy a megvalósításában a különböző területeken ne lennének eltérő vonások, eltérő követelmények, a nyilvánvalóan ugyancsak számos közös vonás mellett. A következőkben az épített környezet és azon belül is annak különösen értékes része, az épített törökség javak, műemlékek és társaik vonatkozásában esik szó ezeknek az értékeknek a fenntartásáról, fenntarthatóságokkal kapcsolatos megfontolásokról és a fenntartások lehetséges hatékony eszközéről, a folyamatos gondozásról. Mielőtt azonban az említett javakra rátérnék és a fenntartás összfontosítanék, indokodnak tartom világosát tenni, lehet, hogy ez mentegetődzés, hogy az általánosan elfogadott és használt fenntartható fejlődés, sustainable development, vagy franciásan le développement durable, kifejezést jómagam magam kritikusan értelmezem, erről már írtam korábban is, és ez körülbelül ez, ez volt a lényeg ennek a gondolatmetnek, hogy a fenntartható élet és a fenntartható minőség kifejezések azok, amelyek közelebb állnak hozzám, mint az általánosan elfogadott fenntartható fejlődés, nem mintha ennek az utóbbinak a fontosságával és tartalmával nem értenek egyet. De azért kicsit talán többről van szó, mint a megfogalmazott személyes ízlésbeli különbségéről. Annyi magyarul fűzek -e ez a ez, hogy a fejlődés és fejlesztés fenntarthatatosságról szólva akarva akarva az az érzet keletkezhet, amely szerint a fejlődés egyfajta kényszerű, jószerűvel már csak saját magát és megvalósító kötelezettség. Az élet, a minőség fenntarthatósága természetesen épp, épp úgy benne az állandó változás, amelyet adott esetben fejlődésnek, fejlesztésnek is lehet nevezni. Ugyanakkor azonban a lényegesnek itt a különbség abban ragadható meg, hogy az utóbbi esetben a változások mindig belülről az élet által vezéreltek, és nem kívülről a mindenhaton kikiáltott, kedvezőtlen esetben akár közvetlenül és a globalizáció által vezérelt fejlesztési szándék diktálja azokat. Ehhez még azt is érdemesnek látom hozzáfűzni, hogy a változás, bármennyis azt látjuk és halljuk, főleg politikai összefüggésekben, például a választásra, a buzítások idején, önmagában bizony még nem érték. Egyáltalán nem garantált ugyanis, hogy minden változásnak pozitíva hozadéka. Más kérdés, hogy a változás az élet, illetve még a létezés velejárója, vele tehát gyakorlatilag elkerülhetetlen ettől valamelyest eltér a tudatosan felvált változtatás szándéka, ami adott esetben lehet az amúgy elkerülhetetlen változás kedvez irányú eltérítése befolyásolása. Ennek a ténynek, illetve az ebből a következőknek a műemlékvédelem területére érvényes paradox voltát, legjobban talán Giuseppe Tomázo di Lampedusa a Párduc című vet idézet világítja meg, amely szerint mindent meg kell változtatni ahhoz, hogy semmi se változzon köszönettel tartozom dr. Máté Zsolt barátomnak, aki, mint gyakorló műemlékes építész, éppen ezzel az idézet szokott rámutatni arra, hogy a műemlék helyettes milyen komoly beadkozásokat tehet szükségesé, hogy aztán a munkák elkészülte után a laikus szemléle úgy láthassa, hogy hiszen ezzel a műemlékkel nem is csináltak semmit. Na ez a jó helyreállítás. Az előadáson címében szereplő kevesebb több gondolatmenethez közelítve de még mindig bevezetésként egy másik, legutóbbi utazásom közben véletlenül fellelt idézettel folytatom, amelyre még a későbben is szándékozom majd utalni talán. Általában korábban nem ismert az af, úgynevezett aforizma író Werner Mitch szellemes megjegyzése angolul még, még átütőbb, mint magyarra fordítva, Rom would be ruined without ruins. Körülbelül azt mondja, hogy ugye Róma rom lenne a romjai nélkül. Azért tartom fontosnak, hogy ez a gondolat még itt, a mondandó elején jelenjen meg, mert a műemlékek fajtái közül épp a romok jelentették mindig is legnagyobb kihívást, pontosabban az, hogy miként lehet a romokat úgy konzerválni, hogy valóban fenntarthatók legyenek. Talán nem is szükséges bőven magyarázni, hogy ez a kérdés éppen a mi közép-európai éghajlati viszonyunk között aztán igazán nem kis feladat, sosem volt az, de még most sincs minden esetben alkalmazható receptje. Nagy kérdés tehát, például az ilyen esetekben milyen mértékű beavatkozásra szükséges, illetve az optimális talán mondom se kell, milyen nagy a kísértés, hogy ezen a ponton részletesebben is foglalkozom műemlékeket, így különösen a történelmi romokat, azok mikénti kezdést, illetően napjainkban akár éles polémákat is kiváltó rekonstrukció kérdésével. Ezért itt és most mégis csupán abból a szempontból említem, hogy az egyéb érzelmi, ideológiai, látványossági, turisztikai megfontások mellett kétségtelen a romok romként való fenntarthatatlanságának a képzete tapasztalata, így belejátszhat abba a döntésbe, amely napjainkban, és nem csak Magyarországon, a rekonstrukciós beavatkozást részesíti előnybe. Minden esetre a rekonstrukciók mellett érvelők előszeredette hivatkoznak a kiépítési programok indoklása vagy védelme érdekében a fenntarthatóságra, mind fizikai, mind pedig olyan értelmet gazdaságossági szempontból, hogy a kiépített használhatóvá tett romemlék úgymond megtermeli a fenntartásra és működtetéshez szükséges forrásokat is ami persze egyes kivételes esetekben akár így is lehet, főleg, ha nem tesszük hozzá azt az igényt, hogy a kiépítésre fordított milliók vagy milliárdok valamikor is megtérüljenek. De talán ideje most már tovább lépni, elszakadni a romok és az esetleges rekonstruktív kiépítésük témától, mert bár valóban a közbeszédben is megjelenő kérdésekről van szó, nem árt felfigyelni arra, hogy a magyarországi Műemlék Állományban, azaz a jogilag műemléki védelme alatt álló történet, épített környezeti javak nyilvántartásában, összesen szereplő, mintegy 14 ezer tétel közül, csupán mintegy 120-130 a várom várkastély. Kétségtel látványos emlékek ezek, de egyéb hasonló középkori templomok, illetve antik emlékek, emlékekkel együtt sem azonosíthatók a műemlékek összességével sem. Mint a kastélyok sem, még ha szintén előtérbe került a helyállításuk, mai újrahasznosításuk kérdése abból viszont, abban a szempontból viszont tanulságos lehet a magyarországi kastélysorsokra rátekinteni, hogy az példája lehet számunkra a fenntartással kapcsolatos kérdéseknek. Köztudomású, hogy, eh, a, a, hogy miként alakult -e a csoportnak a tulajdonosi helyzete a második világháború után, a birtokosaik elmenekültével, elüldözésével, az állami tulajdonba vétellel. A történeti épületek, mint minden más, értelmszerűen komoly károsodásokat szenvedhettek el háború cselekmények miatt, de a nagy többségük mégsem emiatt vesztette az értékenek jelentős részét, romlott le, vagy éppen részben, vagy egészben el is pusztult. Ami a legnagyobb veszteséget okozta, az az értékek meg nem becsülése, széthordása, méltatlan használata volt, de talán még ennél is nagyobb károkat okozott a folyamatos gondozás, karbantartás elmaradása. És ezzel már ki is léptünk a kastélyok és kastélysorsú épületek köréből, hogyan leromlott, végül funkciókat vesztett, nagy léptékű a megmentésükre ö, hozott 1980-es gazdasági bizottság határozat ö, nevezte ezeket az objektumokat. A folyamatos használat, azaz a napi jelenlét, és a nyilván a funkció megkövetelte minimális fenntartási beadkozások fontosságát, jól mutatja az egyes épületek, így különösen az iskolaként vagy más kultúrás funkcióra használt épületek esete, amelyek az átlagosnál jobb állapotban és több értékes elmüket megőrizve élték túl az eredeti rendeltetésükhez képest minden bizonyal sanyarú béveiket. Egyik ilyen példa a Hédervári-Hédervári kastély, amit a háború után viszonylag a hosszédék szintén iskolaként használtak, és csak a 80-as években elvégzett műemlékjelentása után kapta az eredethez közelebb álló kastélyszálló jellegű alkotóház funkciót. Tegyük hozzá, hogy ez a funkcióváltás megőrizve a megmaradt értékeket, a tudományos kutatás révén korábban eltakart értékeket és napvilágra hozott, illetve bemutatott, ami természetesen jelentős szellemi és anyagi ráfordítást igényelt. Ennek a konkrét bőmlék a sorsa azonban a továbban is példa lehet, ha nem is igazán jó példa, ugyanis az 1983-as helyreállítás után a 2000-es évek elején ismét helyre kellett állítani, fel kellett újítani az épületet. Nem csak azért, mert ekkor igazi kastélyszállavá kívánták formálni, hanem azért is, és ez itt most a lényeg a mai mondandóm szempontjából, mert az eltelt mintegy húsz év alatt számolt tömeg leromlott a kastély műszaki állapota, és ezzel együtt az ICOMOS, a műemlékezet nemzetközi szakmai civil szervezetek szóhasználata szerint a Status of Conservation, azaz a megőrzési állapot is. Előadásomnak ezen a pontján um, egy grafikonnal, pontosabban egy grafikon sorozattal kívánom bemutatni, hogy miért és hogyan gondolom, állítom azt, hogy a kevesebb több lehet a történet épületek megőrzése terén. Ez az első grafikon azt mutatja, hogy e, e, a, ha hosszú idő után fogunk neki a műemlék helytásnak, akkor ez a lila színű területtel arányos mértékű szellemi, anyagi és egyéb ráforítás kell megvasítanunk. E, Gondolom, sokan ismerik ezt, hiszen már sokfelé elmondtam. lényeg az, hogy ez a bizonyos találmány, ami azt mutatja, hogy ha sűrűbben avatkozunk be, és folyamatosan, sőt, még ennél is folyamatosabban gondozunk az épületünket, akkor arra az eredményre juthatunk, amit a fönt a jobb felső sarokban mutatok, hogy a, az a pici kis színes területeknek az összessége jóval-jóval kisebb, mint a nagy lila folt, amúgy arra mutat, hogy a beavatkozás folyamatosságával elérhetjük azt, hogy nem csak az értékek nem vesznek el, hanem folyamatosan jó állapotban az épületünk, és sokkal kevesebbe kerül. Egyébként ez nem a saját találmányom, nyilván ez a, például a Holland Monumenten Wacht, mint egy ilyen fenntartó szervezet, 1973 óta működik ennek az erdnek az alapján. Igen, hát itt ez a két másik kis ábra azt mutatná, ha már amennyire látszik, hogy az időbeli tevékenység, a folyamatos vörös vonal mutatja azt, hogy a karbantartás az egy folyamatos dolog. A kis sárga pöttyök pedig azt mutatják, hogy időnként beadkozunk helyállítással, akkor az egy egyedi és eseti történet, be ezek sokkal többe kerül. Érd... tehát azt kell mondanom, hogy a, a visszatérve a holland monumentumnak az alapelvére, ezt a jelmondatuk pontosan leírja, ugye, hogy az nem tudom, miért maradt ki, de ugye azért elcsavarodott egy dia, mindegy, hogy a prevention is better than cure, azaz a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. A módszerük, amely a monitoring és az észletkárosodások lehetőleg azonnali, helyszíni és mindenképpen szakszerű kiajtások elvén és gyakorlatilag napul eléggé közismert, bár hozzá kell tennem, hogy sajnos többszöri nekifutás ellenére sem igen számolhatok be e módszer hazai adaptásának a tartós sikeréről. Érdekes és tanulságos a módszer, Azonban most itt nem fogok neki futni, mert a vázás és ismertetése is sok lenne ennek a deodásnak a keretén belül. A következő pont azonban egy olyan dolog, amit talán kevesebb szó esik itt, legalábbis kőszegen, talán még nem beszéltünk róla, ez egy másik általasabb dimenzió a folyamatos gondolásnak, a folyamatos gondolás által megőrző szerkezeteknek, Épületeknek ugyanis nem csak történeti és örökségi értéke van, bár nyilván elsősorban azért fontosak számukra. A használati érték, a méltó használat egyszerre jelent anyagi hasznot és fenntartó erőt ezeknek a javaknak a visszahatában is. És bár szakmai körökben egyre többször, még mindig nem elégszer kerül a fizikai valóságban létező épített javak esetében az úgynevezett beépült energia, azaz embodied energy fogalma és fontossága. Jó magam, most azért hozom ide, mert ugyancsak köze van a kevesebb-több szemlélethez, ehhez a megközelítéshez. Alapvetően arról van szó, ami nyilván nem meglepetés, hogy az épületek lét, ez egy csak egyetlen kis másolat mondjuk, hogy mi mindent talál az ember az internet ezzel összefüggésben. Tehát alapvetően arról van szó, hogy az épületek létrehozásához, fenntartásához, jó állapotba hozásához épp úgy szükséges energiafelhasználás, mint az üzemeltetéséhez és szemléletésképpen én egy kiválasztatám a nyilázárokat, ajtók, ablakokat, mert ez annál is indokoltabb, mert ezek a szerkezetek azok, amelyek anyagaik és ideási hatóságnak a kitettségük miatt egyrészt sérülékenyebbek, másrészt a velük szemben támasztott követelmények is egyre szigorúbbak, legalábbis ami például az új energiahatékonysági normákat illeti. Nyilván nem hagyható figyelmen kívül az ablakok szerkezetek a megjelenése, szerepe a történeti homlokzatok hitelességében sem. Most azonban nem a formai hitelességre szeretnék rámutatni, ami legalábbis elvileg ezeknek a szerkezeteknek az újragyártása is akár elérhető lehet. Igaz, attól kezdve már az anyagában fizikai létezésében való hitelesség költelmén nem elégíthető ki. Mindannyian ismerjük azonban a műanyag ablakok használatának az előretörését, az alkalmazásokra buddító anyagokban megjelentett előnyöket, amely felsorásokban rendre szerepel a hőszigetelő képességük, pontos záródásuk, tisztíthatóságuk és nem utolsó sorban a minimális karbantartás igényük, miután nem kell időről időre újra mázolni, kezelni őket, szóval ezeknek az ismertetése. És ezek mellett, és általában nagyon hangsúlyosan is szerepel az energiahatékonyság indok, azaz az, hogy mennyivel kevesebb energia is szükséges a műanyag ablakok használat esetében az üzemeltetéshez. Ami viszont az átfogó fenntarthatósági megkövetésben, nagyon is, amire nagyon kellene figyelni, az éppen a beépült energia kérdése, vagyis az, hogy a meglévő épülke szerkezetek esetünk majd eredetileg általában kitűnő anyagból nagy szakértelemmel készített történeti ablakok, magukban hordozzák mindazt az energiát, amely az elkészítéséhez szükséges volt, és amelyhez csupán a kisebb nagyobb javítási munkák energia kellene hozzáadni ahhoz, hogy további időszakra is teljesítsék a feladatukat. Ehhez a kevéshez képest viszont jelentős többen, jelentősen többet igényel az új műanyag legyártása, néha nem is teljesen kifogástalan környezetbarát technológiával, szállítása, beépítése, nem különben a kibontott eredeti építőanyagok kezelése. Ez utóbbi az ablakok esetében talán kevesebb többet energet igényel, de például egész épetek lebontása esetén a keletkező hulladék, ami egyébként eleve a veszélyes hulladék kategóriába tartozik, szóval ennek a mikénti kezelése, ellátása, elszállítása, biztonságos elhelyezése igencsak komoly energiamennyiség igényel. Most részletesen nem térnék erre, de ö, utána lehet ö, nézni, hogy az English Heritage számításai kimutatásai szerint ö, bizonyos esetekben majdnem mint egy száz éves üzemeltetés kellene ahhoz, hogy a kiegyenlítse a cserével elvesztegetett, beépített energiát. Azaz, a javító restartó munka helyett, ami kisebb beadkást igényel, a nagyobb csere végül kevesebb eredményt hoz. Hadd menjek vissza egy pillanatra erre a kőszegi ábrára. Ö, ö, kevesebb eredményt hoz már az anyagiakban is, legalábbis mezó vagy makró szinten, ugyanakkor annál is kevesebb, sőt, néha negatíva hozadéka az örökség értékek megőrzése szempontjából. Innen pedig már tovább is folytatható a történet, hiszen az örökség értéme rejlő. A fenntarthatóságot alattámasztó kapacitás kiegnáztatossága szempontjából egyáltalán nem lényegten, hogy az, mármint az örökség, épp a hitelessége miatt hosszabb távon is vonzerő marad, vagy a pótlék alkalmazása révén előbb-utóbb kiderül, hogy nem is annyira érdekes. Végül, szintén csak röviden, hivatkozva az ISK kutatás keretében elvégzett egyik munkámra, érinteném a töltött épületek terhelhetősége kapcsolatosan a kevesebb több szemlélet érvényesítésnek a fontosságát. Ez esetben arról van szó, hogy minden műemlék, minden töltött épület terhelhetőségét magának az adott objektumnak az immanens tulajdonsági határozzák meg, azok alapján levezethető, hogy milyen használat, hasznosítás általában terhelés mellett marad meg ezen épületek értékenek a fenntarthatósága, az épület legszeresebb értelem vett önazonossága. Ennek a terhelhetőségnek a megjavításában dolgoztam ki egy módszert, aminek alkalmazásával elkerülhető az, hogy többet várjunk el, például több funkciót, vagy több átalakítás szükségesé tévő rendeltetést tegyünk bele, úgymond cipőkanállal az épületünkbe, mint amennyi abba belefér, nem csak fizikai értelemben. Ellenköz esetben hiába való lesz a több energia, a pénz, a fáradtság, mert az eredmény messze nem lesz fenntartható, és ezáltal nem tudja szolgálni azokat a célokat sem, amelyek érdekében ezek a beavatkozások megtörténnek. Bár úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű az elhangzottak üzenete, itt a végén talán mégsem hiába való aláhúzni, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy legyünk minimalisták, vagy horrible diktú igénytelenek. Nem, nem, éppen ellenkezőleg. Ez az előadás arról szólt, hogy a szükséges és elégséges beavatkozásokat legyen szó valaminek a helyzetbehozásáról azaz új rendeltetésre a közösség szolgálatába állításáról, vagy éppen a gondosan megtervezett és végrehajtott folyamatos gondozásról, szóval mindezeket a lehető legnagyobb hozzáértéssel és a legmagasabb minőségben kell megvalósítani. Sem többet, sem kevesebbet. Hadd idézem, mint egy kedves építész még helyre, a kolléganomnak a gondolatát, aki azt mondta, amikor a minőségről beszéltünk a műemlékhállításban, ő Nándori Klára, így hívják őt, hogy szerint a minőség az egy nézetméterre jutó gondolatszűrűség. A kevesebb több, ezt áltottam, ezért most be is fejezem, hogy ne, nehogy belőlem és a keleténél többet kapjanak. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.